Szerte éjféltől 3-fokú hőségriadót adtak ki az egész országban. A nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap június 21-e péntek lesz. Megindult a forgalom az M44-es gyorsforgalmi út két új felüljáróján. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a hírös hírek 19 órakor. A következő napokban beköszönt a kánikula, egyre perzselőbb lesz a napsütés, ezáltal pedig az UV-sugárzás is egyre extrémebb lesz. Szerdára többek között Bács-Kiskun vármegyére adtak ki 3-fokú figyelmeztetést. A kánikula pénteken is ki fog tartani, változás hétvégén jöhet. Forró, afrikai eredetű száraz léghullámok érkeznek az ország fölé, így megérkezett a kánikula Kecskemétre is. Ma meghaladtuk a 30 fokot, a minimum 20 fok körül volt. Ez azonban holnaptól változni fog, Kecskeméten napközben 35 Celsius fok környékén lesznek a maximumok a következő napokban. Lehet azt mondani, hogy szokványos az, hogy bedurran úgymond a nyár, megérkezik a magas hőmérséklettel a kánikula, egymást követik majd a hőhullámok. Ez tudom, hogy a médiában nem szeretik hallani, de teljesen normális dolog, hogy a nyáron megjönnek ezek a 30 fok fölötti maximum hőmérsékletek, akár a 30-35 fok fölötti maximum hőmérsékletek is. Az elmúlt évek során tipikus előfordulási ideje lett a 30-35 fokos hőmérséklettel járó időszakoknak a június. Szerdára az egész országra, így Bács-Kiskun vármegyére is 3-fokú riasztást adtak ki a hőség miatt. Ország Ferenc arra figyelmeztet, hogy a meleg ellenére hosszú, világos, lengeruházatot viseljünk kint a szabadban, fogyasszunk sok vizet vagy gyümölcslevet. Abban az esetben, hogyha klimatizált helyiségben vagyunk, bent vagyunk, és utána hirtelen kijövünk a melegre, utána hirtelen visszamegyünk a klimatizált helyiségbe, ez nem csak a szív- és érrendszerünket fogja extrém mértékben megviselni, de előfordulhat az is, hogy a leizzadva bejutunk egy klimatizált helyiségbe, akár egy 10-15-20 fokkal hűvösebb helyiségbe is, hirtelen meg tudunk fázni, hirtelen meg tudunk hűlni egy kicsit. A kánikulában együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, hogy a kiizzadt folyadékot ilyen formán is tudjuk pótolni. Enyhülés a jövő hét első felében lehet, amikor záporokra, zivatarokra is lehet számítani. Az idei tanév egyik legnagyobb változása volt, hogy hosszabb lett a téli és a tavaszi szünet, ami azt hozta magával, hogy a tanév egy héttel tovább tart. A nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap június 21-e péntek lesz. A 2023-24-es tanév egy héttel tovább tart, így a hét közepéig még folynak a tanítási napok, de az utolsó napokon már kevesebb lesz a tanulás, több a játékos iskolai foglalkozás, az egyedi programok, osztálykirándulások, közös fagyizás. A Korvin Mátyás általános iskolában is szerdáig a tanulási lesz a főszerep, de csütörtökön már játékos diáknapot tartanak, ekkor a tanulást felváltja a könnyed iskolai programok sora. A Csillagbölcső Waldorf általános iskolában is szerdáig a megszokott mederben folynak a tanórák, és még ma is voltak szakkörök, azonban csütörtöktől már itt is lazább napok következnek, még a kirándulásokat is erre a hétre időzítették. Az általános iskolákban általában az utolsó tanítási napon tartják a 8. osztályos diákok balagásait, egyes iskolák azonban ettől a dátumtól eltérnek, így volt ez a Csillagbölcsőben is, ahol már június elején megtörtént ez a meghitt búcsú. A Korvin végzős diákai pedig rendhagyó módon búcsúznak el tanáraiktól még a ballagás előtt, ami a mai napon történt meg. Több iskola is Kecskeméten az utolsó tanítási napot követő szombaton, azaz június 22-én tartja majd a 8-osok búcsúztatását. A végzős középiskolásoknak eközben még a jövő héten is folynak a szóbelérettségik, nekik csak ezután indulhat a vakáció. Cserényi Gyula több mint 2 éven keresztül tartó kiválasztási folyamat sikeres teljesítésével érdemelte ki a tartalékos űrhajós címet. A kiemelő hétfői adásában többek között a szelekció szakaszairól beszélt. Cserényi Gyula 2021. januárjában jelentkezett a Hunor programba. Mint minden kisgyerek, ő is álmodozott arról, hogy egyszer űrhajós lesz, de amikor belátta, hogy kevés realitása van ezen álom megvalósulásának, elengedte azt. Azonban, amikor egy nap munkába menet hallotta a rádióban a felhívást, hogy kutató űrhajósokat keresnek, egyértelmű volt számára, hogy jelentkezik.
Összesen 247 fő jelentkezett, amiből 5 kör során kiválasztottak végül 4 embert, akinek elkezdték a széleskörű vizsgálatokkal és tesztekkel egybekötött kiképzését. Végül pedig a 4 emberből választották ki Kapu Tibort és Cserényi Gyulát. A kiválasztási folyamatok rendkívül sokrétűek voltak, többek között rendszeres orvosi vizsgálatokból, természettudományos kísérletekből, pszichológiai tesztekből állt. Része volt továbbá egy repülés egy Gripen vadászgéppel, amit Cserényi Gyula különösen élvezett. Mint mondta, előtte egy nagyon komoly biztonságtechnikai képzést kaptak. Után ugye beültünk egy nap a vadászrepülőgépbe, ahol egy 40 perces repülést hajtottak rajtunk végre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 40 percen keresztül, jó ebbe volt traverz idő, amikor a légteret megközelítettük, de gyakorlatilag egy olyan közegbe kerültem bele én, mint egy vidéki családapa, beleültem egy Gripen vadászrepülőgépbe, és ott megpörgettek minket, különböző motivumokat csináltak velünk, tehát például nagy gés gyorsulásokat tettek ránk, hogy azt hogyan tudjuk elviselni. Cserényi Gyula a kiképzés részeként megtanult repülőgépet is vezetni. A kiképzés utolsó hátralévő szakasza az Egyesült Államokbeli Houstonban lesz, ami már egy küldetésspecifikus tréning lesz. A küldetés alatt olyan tudományos kísérleteket fognak elvégezni, amelyekhez indokoltak az űrbéli körülmények. A kapott eredmények azonban nem csak az űrkutatásban, hanem a földi életminőség javítására is hasznosíthatóak lesznek. Megindult a forgalom az M44-es gyorsforgalmi út két új felüljáróján. Tehát a 441-es főútnak kész azon szakasza is, mely áthalad az M44-es felett, így akadálytalanná vált a haladás Nagykörös és Katonatelep között. Május 7-én adták át az M44 gyorsforgalmi út Szent Király lakitelek közötti szakaszát. Most azonban már is újabb forgalomba helyezésekről számol be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Jelenleg kivitelezés alatt van a 32,2 km hosszú Kecskemét-Szent Király szakasz, melyen összesen 14 darab híd épül. Ezek közül kettő az épülő gyorsforgalmi út feletti híd. Június 11-én került átadásra a forgalomnak. Az egyik a Nagykörösről kivezető Csongrádi úton, mely egy 49 méter hosszú, egynyílású felüljáróval keresztezi az M44 gyorsforgalmi utat. A másik a 441-es számú főútnál, melyet az M44 külön szintű csomóponttal keresztez. Itt a fel- és lehajtó ágak körforgalommal csatlakoznak a főúthoz, az M44 felett pedig 50,16 méter hosszú egynyílású híd épült. A felüljárók átadásával mód nyílik az új hidak melletti meglévő útszakaszok elbontására és az M44 építésének folytatására. Az M44 kivitelezésével párhuzamosan zajlik a 441-es számú főút megerősítése is, ahol a külterületi szakaszokon a főpálya elkészült. Így a felüljáró átadásával akadálytalanná vált a haladás Nagykörös és Katonatelep között. Életét vesztette egy motorkerékpáros, amikor egy álló személyautónak csapodott az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza határában hétfőn. A motoros Szeged felé haladt, amikor egy román kamiont jobbról akart megelőzni a leálló sávban, és közben neki csapódott a műszaki hiba miatt álló személyautónak, majd a motoros férfi a belső sávba sodródott. Információink szerint ott egy másik kocsi áthajtott rajta, aminek vezetője nem állt meg a gázolás után. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de végül mentőautóval szállították a Kecskeméti kórházba, ahol a középkorú budapesti férfi belehalt sérüléseibe. Szombattól újra Kecskemét lesz a bábszínházak fővárosa. Június 22-e és 27-e között rendezi meg a Ciróka Bábszínház a Magyarországi Bábszínházak 16. találkozóját. Több mint 40 előadás, számtalan szakmai program színesíti a fesztivált. A szünidő első két napján pedig szabadtéri előadásokkal kedveskednek a közönségnek. A találkozó részleteiről ma délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a Cirókában. Alig látok. Ezt a napfényt is meg kell szokni, 9 hónap a sötétség, piszok és por után. A Ciróka Bábszínház legújabb előadását, a Tótékat is bemutatják a szombaton kezdődő Magyarországi Bábszínházak 16. találkozóján. Az 5+1 napos fesztiválra mintegy 400 szakmai vendég érkezik városunkba.
A részletekről ma délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a Bábszínház udvarán. Kiszei Ágnes, a Ciróka igazgatója és Bodor Éva találkozó főszervezője idézte fel a kezdeteket. Mint elmondták, 1992-ben az első rendezvényen 6 hivatásos és egy magántársulat képviseltette magát, összesen 10 előadással. Azóta igencsak kinőtte magát az esemény. 1992-ben került sor az első bábszínházi találkozóra, és azóta már több mint 3 évtized eltelt. Az idei találkozón 28 fellépő társulat érkezik, 34 színháztermi előadással, és ezen túlmenően még 7 szabadtéri előadás is lesz. A szakmai programokon túl ugyanis gondoltak a városi közönségre is. Június 22-én és 23-án, a szünidő első két napján, délelőtt 3-tól este 7 óráig összesen 7 szabadtéri előadásra ajándékozzák meg a kecskemétieket. De a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Mater Ripuronai Művészeti Intézet látványtervező szakos hallgatói tárlatára is várják az érdeklődőket a rendezvény ideje alatt a Tudomány és Művészetek házába. Bodor Éva arról is beszámolt, hogy idén is a Színház és Filmművészeti Egyetem bábszínész hallgatóinak vizsgaelőadása nyitja meg a rendezvényt. Az Erzsóka című előadást láthatja a szakmai közönség Fabok Marian rendezésében. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a találkozó azért is különleges, mert ez az egyetlen olyan esemény az országban, amely nem válogatott produkciókat hív meg. Minden bábszínház azt az előadást hozza el, amit szeretne megmutatni, amiről szívesen meghallgatná a többiek véleményét. A nap végén ugyanis kerekasztal beszélgetésen vitatják meg a látottakat. A találkozónak az az egyik különlegessége, és azt gondolom, hogy legnagyobb érdeme, hogy a program nem válogatás útján zajlik, hiszen általában a fesztiválok előválogatás útján állítják össze a versenyprogramjukat, tehát itt nincs válogatás, valamennyi bábszínház alanyi jogon van jelen a találkozón. Olvasd csak! Sikerült rávennem, hogy vendégeimbe, kedves szüleim vendégszeretetét, ami nem ment könnyen, mert mostani ideg állapotában nem akar senkinek terhére lenni. A Ciróka Bábszínház idén is a legújabb produkcióját mutatja be a szakmai közönségnek az eseményen. Még zajlanak a próbái Örkény István Tóték című darabjának, amit Cikszai Rémusz visz színre. Az ifjúsági felnőtt előadást a nagy közönség ősztől láthatja majd. Június 10-én megkezdődött a 21. Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpózion nemzetközi alkotótábor. Azóta a művészek nekikezdtek a munkának, formálódnak a gondolatok, a tárgyi leképezés. 2 német művész mellett egy szlovén alkotó, valamint 3 kecskeméti, Majoros Gyula, lánya Lili, Vincellér Zsolt építőművész és több fiatal szobrász alkotja a csapatot. A célból készít zenélő szobrokat ez a német szobrászművész. A mester feleségével érkezett a 21. Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpózion nemzetközi alkotótáborába. De más érdekességgel is bővelkedik az esemény. A kecskeméti majoros Lili Zsófia egy ismert, de a táborban a 21 év alatt még sosem használt technikát alkalmaz. Bordázott betonacélból készülnek, és előrajzolás után kinyomtatom a munkákat, és azok alapján, mint egy sablont használva, darabonként meghajlítom, és utána összeegeztem őket. Idén 9-en vesznek részt a táborban, 2 német művész mellett egy szlovén alkotó, valamint 3 kecskeméti, Majoros Gyula, lánya Lili, Vincellér Zsolt építőművész, és több fiatal szobrász alkotja a csapatot. Kitaláltunk egy ilyen hangzatos szót, hogy műélvezet, méghozzá a tekintetben, hogy egy kis görbetükröt is tartanánk önön magunk elé, társadalmi szereplők elé, hogy bizonyos-e, hogy kell-e annyit fogyasztanunk, és hogy a mi fogyasztói társadalmunk, a túlfogyasztásunk, hogy az helyén való-e, és hogy kell-e az a sokfajta, sokszor tényleg műanyag kacat, amit megveszünk, vagy amit használunk, vagy amilyen szolgáltatást igénybe veszünk, ami tulajdonképpen felesleges. A 21. Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpózion nemzetközi alkotótáborban elkészült művekből álló tárlatot június 28-án nyitják meg az IQ Kecskeméti Irodaház mély garázsában.
Hétfőn teljes intenzitással belevetette magát a KTE NB1-es csapata a nyári felkészülésbe. A múlt csütörtöki felméréseket követően a héten már elindult a munka. A hétfői edzésen már kivétel nélkül ott voltak új igazolásaink. Pap Milán, Kotula Máté, Kovács Barnabás, Vattai Márton és Pálfi Kristóf is. Az előző idényben 4 kölcsönjátékosa volt a keretnek, közülük Ijénbor Patrik, Nagy Olivér és Szendrei Ákos a nyári munkát nem Kecskeméten kezdte meg. Horvát Krisztofer pedig jelenleg az Európa-bajnokságon szerepel a magyar válogatottal. Hosszú kihagyás után Nagy Krisztián is a csapattal edz már, de egyelőre vannak még feladatok, amiket külön végez. A csapat első felkészülési mérkőzése június 29-én lesz Tiszakécskén. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. A következő napokban beköszönt a kánikula, egyre perzselőbb lesz a napsütés, ezáltal pedig az UV-sugárzás is egyre extrémebb lesz. Szerdára többek között Bács-Kiskunvár megyére adtak ki harmadfokú figyelmeztetést. A 2023-2024-es tanév egy héttel tovább tart, mivel a tanév rendje szerint a téli és a tavaszi szünet is hosszabb volt. A nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap június 21-e péntek lesz. Megindult a forgalom az M44-es gyorsforgalmi út két új felüljáróján. Tehát a 441-es főútnak kész azon szakasza is, mely áthalad az M44-es felett, így akadálytalanná vált a haladás Nagykőrös és Katonatelep között. Szombattól újra Kecskemét lesz a Bábszínházak fővárosa. Június 22-e és 27-e között rendezi meg a Ciróka Bábszínház a Magyarországi Bábszínházak 16. találkozóját. Több mint 40 előadás számtalan szakmai program színesíti a fesztivált. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Következik a kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Lóránt Klára, muzeológus, a Bozsó gyűjtemény kurátora, akivel a Szombati Múzeumok Éjszakája programjairól beszélgettünk. Ezt követően megmutatjuk, hogyan telik az idő az iskolában a nyári szünet előtti napokban. Végezetül a kiemelt aranydíjas versmondókból láthatnak újabb összeállítást. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hírös.hu. A hírös híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, a szél nagy területe megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 15 fokot, napközben 36 fokot mérhetünk. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, amelyet időnként megvastagodó fátyol felhőzet zavarhat, helyenként gomoly felhők is képződnek. Csapadék nem valószínű, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22 fok között várható. Pénteken napos időben lesz részünk gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Csapadék nem valószínű, helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A minimum hőmérséklet 20 és 23, a maximum 32 és 37 fok között alakul.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban beszámolunk arról, hogyan telnek az iskolások nyári szünet előtti utolsó napjai. Ezt követően két kiemelt aranydíjas versmondót hallgathatnak meg. Szombaton ismét múzeumok éjszakája. Kecskemét számos ismert és új programmal, helyszínnel várja az érdeklődőket. Erről láthatnak beszélgetés Lóránt Klára múzeológussal, a Bozsó gyűjtemény kurátorával, akivel kollégánk Kriskó János beszélgetett. Ezzel kezdünk. A kiemelő vendége a mai napon Lóránt Klára, a Bozsó gyűjtemény igazgató kurátora. A beszélgetésünk témája pedig mi lenne más, mint az általatok kitalált, vagy bevezetett, Kecskeméten bevezetett múzeumok éjszakája. Köszöntelek szeretettel. Klári, mióta van Kecskeméten múzeumok éjszakája? Hát nagykorú lett, mert tavaly volt a 18. Ez a 19. És mégis 18-at kell mondanom, mert volt egy covidos év, és természetesen nem mi találtuk ki, és nem is Magyarország. Egyes állítások szerint Franciaországból, másik állítások szerint Szentpétervári hosszú fehér éjszakákból indul, de a világon, és főként Európában elterjedt, és jó esik az, hogy a mi nevünkhöz is kötődik Kecskeméten, hisz 2006-ban 3-an indultunk neki a múzeumok éjszakájának, és az idén 32-en vagyunk. És voltunk ennél többen? Igen, mikor az országos helyszínként, központként Kecskemét szerepelt, de minden évben változó a létszám, hisz vannak örök visszatérőek, van akiknek megváltozott a működési lehetőségük, változó a létszáma az intézményeknek, résztvevőknek. Átfutottam a rendezvény elektronikusan is föllelhető műsorfüzetét, és olyan izgalmas dolgokra találtam benne, mint például Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság lebilincselő éjszaka programja. Hát nem tudom, hogy kerülnek azok a szervezetek a helyszínek közé, akiknek hát a muzeológiához nem túl sok köze van. Mindenkit megszólítunk, aki a hivatásának a múltját vagy a jelenét valamilyen módon el tudja a közönséghez vinni. Én azt hiszem, hogy a közműveledés az egy határtalan dolog, és meg kell mutatnunk, hogy a körúton kívül, meg a bizonyos a múzeumokon kívül mennyi mindenki őrzi a múltját, és hogy milyen értékes gondolatok, lehetőségek teremnek a városban. Ha annyi műhelytitkot elárulhatsz, hogy valamiféle szűrés vagy szűrő van, van olyan program, amire azt mondjátok, hogy ezt most köszönjük szépen, de inkább ne, vagy ne ebben a keretben? Hát volt már az életünkben, mikor egy hurkasütő igyekezett. Azt én megértem, mekkora biznisz láthatod benne a félváros talpomban. Meg-meg kísértenek bennünket olyan attitűddel, hogy úgy érzik, hogy ebből anyagi hasznot tudnak generálni, de hát ez nem ennek az éjszakának. Ez a széleskörű összefogás, és mindenkitől azt kérjük, hogy kvalitásosan, minőségben mutassa meg azt, amit képvisel, kiállításban, foglalkozásban, és már volt ez az éjszakának a jelszava, vagy ez az éjszaka más, mint a többi. Tehát egy kicsit bohémabb, bohókásabb, de sohasem titkoltuk azt a szándékunkat, hogy ez egy közönségcsalogató, és nagyon jól esik nekünk, mikor azt mondják, hogy ezt egyetlen éjszaka nem lehet bejárni. Ez a célunk, hogy jöjjön vissza évközben is. Vajon te, aki múzeumban dolgozol, vagy egy gyűjtemény élén, érzékelitek-e, hogy a múzeumok éjszakája megdobja a látogatottságot a következő időszakra is, vagy éppen az van, hogy jönnek múzeumok éjszakáján, és egy kicsit úgy eltelnek vele? Én inkább előtte érzek egy kisebb érdeklődést, hisz mindenki látja, hogy mik fognak múzeumok éjszakáján lenni. Azt hiszem, hogy nem Magyarországon, hanem a világon
egy darabig visszaestek a múzeumi programok iránt érdeklődők. Nagyon érdekes, hogy inkább a Covid utáni években ez kezd megerősödni, és én úgy gondolom, hogy egy hullámnak a fölfelő menő ágán lehetünk, hisz mindenki érezte, hogy a kézzelfogható valóság sokkal többet jelent. Egy művészettörténész barátunkkal szoktuk emlegetni, hogy a múzeumoknak van minden mással egy óriási előnye. Mi valódi műtárgyakat mutatunk be. Tehát nem csak a virtuális valóságra van szüksége a látogatóknak. Azonnal fölvetődik egy olyan kérdés annak kapcsán, amit mondtál, hogy no de a biztonság. Tehát amikor hihetetlen tömegek mozognak az épületekben, nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani, írta annak idején Rejtő Jenő. Valószínűleg itt sem lehet teremőrt állítani mindenki mellé. Nem történt olyan említésre méltó eset, ami ez ügyben mondjuk óvatosabbá tenne benneteket? Nálunk soha nem történt ilyen. Óriási létszámmal dolgozunk. Tehát mi szinte majdnem minden műtárgy mellé állítunk segítőket. Nagyon érdekes volna tudni, hogy kik azok, akik beszálltak, aztán egy ideig abba hagyták, majd most újra visszatérnek. Mik lehetnek az indokok? Érzékelitek-e? Személyi indok, hisz ehhez azért kell egy jó nagy elhivatottság, mert ahogy mondod, hogy a nézőknek az áramlásával meg kell küzdeni, új, különleges programot csinálni. Hát például a Plán cég az újra bemutatja az épületgépészeti agyagát. Igen, a régi fürdőszobáit. Már volt ilyen. Az evangélikus templomban újra hangverseny lesz. Én úgy gondolom, hogy személyfüggő ez, hogy valaki ezt fölvállalja. Erős elhivatottság kell hozzá valóban. Van-e olyan unikális látnivaló ebben az időszakban, ami eddig még egyáltalán nem volt Kecskeméten? A Kada Elek régi nyaralójában délután néhány órára egy magángyűjtemény megnyílik, Linotéka címmel. Ez gyönyörűséges dolog, tényleg. Ugye végül is magánkézben van a Kada villa, nyugodtan megtehetné a tulaj, hogy magára zárja az ajtót. Igen. Bárcsak több ilyen jelentkezne. Tehát én úgy gondolom, hogy érdemes magángyűjtőknek, művészeknek is elgondolkozni. Hát ha már ezt említed, ugye ott vannak a műkerti villák, amelyek egyikében, igen, a hétben. Igen, második vagy harmadik alkalommal nyitják ki az ajtót, és akár valamiféle animációval is lehet ott találkozni. Nagyon fontosnak tartom. Tehát nem szabad szakbarbárnak lenni. Az nem azt jelenti, hogy adjunk a minőségből, nem mindig újakat kell keresni. Én az egésznek a lényegét nem csak az összefogásban látom, hogy ez eszembe juttatja ez a kérdés, hanem azt, hogy közös marketinggel, propagandával ennyien föl tudunk lépni. Tehát egy embernek, egy intézménynek nincs egy olyan erős hívószava, mint ennek a bevezetett brandnek. Ugye Kecskemét egyik sajátossága, hogy retro buszok közlekednek ezen a napon, vajon megmarad-e a jó szokás? Hát Bozsó Jánosnak ez nem egy hónapos, hanem mindig úgy érzem, hogy 12 hónapos munkája, mert a buszok tulajdonosai is együtt öregszenek a buszokkal, és nagyon sokan már nem újítják meg ezeknek a valamilyen vizsgáját, ami szükséges a megmozduláshoz is, és mindig pótbuszokat is kell biztosítanunk, mert nem biztos, hogy mind ideér. De valami különlegesség minden évben van. Most Magyarország egyetlen egy régi Ikarusz busza, ami emeletes busznak épült, ez úgy tűnik, hogy ide fog jönni, és az A és B körúton kívül talán a kis körúton tudjuk üzemeltetni. Egyedül a fák magassága jelentett gondot, de erre is segítséget kaptunk. Erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert hát, hogy azt gondolom, én még emeletes Ikarusz nem láttam, de hát legyen úgy, hogy látom. Ha már a buszoknál tartunk, ugye a kecskeméti programok állandó jellegzetessége, hogy nem kértek pénzt semmiért, szemben más városokkal, igen, ahol ezek belépő díjasak, ezek a rendezvények, viszont a buszért fizetni kell, igen, lehet karszalagot venni. Igen. Mennyiért? 1000 forint.
annyiszor száll föl. Ez akkor korlátlan, mert vannak korlátlan. Így kifejezett, a gyerekek buszozni járnak. Igen. Így is lehet múzeumban. Sőt, a gyerekeknek úgy emlékszem, 6 éves korig ingyenes is. Nagyon jó. Jön egy olyan kiállítás, ami egy vagon kiállítás, és a vasúton lesz, valami raktárvágányon lesz látható. Igen. Ez az életmenetének, gondolom a holokauszttal kapcsolatos igen, kiállítása. Igen. Ez csak erre az egy éjszakára maradt. Én úgy tudom, hogy több napon keresztül is vendégeskedik Kecskeméten, tárlatvezetésre viszont be kell jelentkezni. Erre kérem is majd a látogatókat, hogy figyeljék, hogy hol kell esetleg tárlatvezetésre. Több helyen van regisztráció igény, igen, én is láttam ezt. De hogy a vasútállomás nagyon kitesz magáért, a vasútállomás épületétől jobbra és balra is van egy-egy kiállítás. Vasúti makettekkel szerepelnek, ha szembeállunk a vasútállomásra, ők a baloldali épületben lesznek. És mi lesz a Bozsó gyűjteményben, ha már ilyen módon fölkínálhatom ezt a lehetőséget? Hát az ifjú Jánosnak szíve csücske, hogy olyan technikai különlegességeket megmutassunk, amit évközben nem tudunk, és ő kapcsolódik a zene világához, úgyhogy az idén zenegépek fognak nálunk vendégeskedni, egy magángyűjtő, 14-15 zene. Ezek működőképesek? Egy részük. Aha. Én gondolom, hogy egyszerre nem fog 10 működni, sőt tárlatvezetést vagy beszélgetést is folytat majd az érdeklődőkkel este 2-t is. A másik, a Vendéglátóipari Múzeummal nekünk régi kapcsolatunk van, és ők hozzák el a menza múltjával foglalkozó kiállításunkat. Interaktív kiállítás szerintem mindenkit érdekel, mert nincs olyan korosztály, akit ez ne érintene, és hogy jó ízű vagy rossz ízű nosztalgiával gondolnak rá vissza. Én 4 évig voltam kollégista, és nekem nem volt rossz élményem a menzában. Hát akkor várunk a kiállításon. És egy olyan Bozsó kiállítást rendezünk, ami bennünket is nagyon meglepett. Körülbelül 1 hónapja keresett meg bennünket egy alapítvány, hogy a tulajdonában van jó néhány Bozsó kép, és most 39-et nekünk ajándékozott. Ez nem azt jelenti, hogy a kiállításra kölcsönadták, hanem nem, hazatértek a Bozsó művek? Hazatértek, és ez is a címe. Ilyennel még nagy nem szemben. Találkoztam, nekünk szenzáció. Minden évben nagy siker a romkocsmátok. Működik-e igen. az idén? Működik, természetes. Már a sör ott is van. Nagyon szépen köszönöm az információidat, köszönöm, hogy befáradtál hozzá. Én a lehetőséget. Önöknek pedig mondom, hogy július 22-én múzeumok éjszakája, és 18 órától 24 óráig látogathatók az egyes helyszínek. Még egyszer köszönöm, hogy a kiemelő vendége voltál. Köszönöm én is. Szabad még egy kiegészítést? Igen, hallgatunk. Nem minden 18-tól 24 óráig van. Van, aki előbb kezd, és korábban végez. Ezért is fontos ez a műsorfüzet, amit minden évben kiadunk. Kérem, tájékozódjanak túl ezen a programon is. Most köszönöm meg még egyszer Lórán Klárának. Én is. A 2023-24-es tanév egy héttel tovább tart, mivel a tanév rendje szerint a téli és a tavaszi szünet is hosszabb volt. A nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap június 21-e péntek lesz. Utána néztünk, hogy mivel töltik az időt az iskolások ezekben a napokban. Az idei tanév egyik legnagyobb változása volt, hogy hosszabb lett a téli és a tavaszi szünet, ami azt hozta magával, hogy a tanév egy héttel tovább tart. Így ezen a héten még az iskolapadot koptatják a diákok, de az utolsó napokon megszokott módon már kevesebb a tanulás, több a játékos iskolai foglalkozás, az egyedi programok, osztálykirándulások, közös fagyizás. Utána jártunk egy-egy iskolában, hogy telnek a nyári szünet előtti utolsó sulis napok. A Korvin Mátyás általános iskolában ott jártunkkor, éppen a pénteki ballagás próbája zajlott, de szerdáig a tanulási lesz még a főszerep. Tulajdonképpen tanítási nap tekintetében ugyanolyan hosszú a tanév, viszont a hosszabb tavaszi és őszi szünet által ugye tovább jövünk iskolába. Ezen az utolsó héten az első 3 nap még rendes tanítási munkával telnek a napok. A csütörtöki napon viszont diáknapot helyeztünk el, tanítás nélküli munkanapot,
és pénteken lesz 11 órától a ballagás, tehát ott 3 órát tartunk meg, és utána pedig a ballagási ünnepélyen veszünk részt. Korvinos végzős diákok rendhagyó módon búcsúznak el tanáraiktól még a ballagás előtti napokban. Csütörtökön diáknapot tartanak, ahol a tanulást felváltja majd a könnyed iskolai programok sora. Minden osztály kapott egy színt, és a diáknapon az osztálytervünket ennek megfelelően kell díszíteni, alkalmazni a színt, illetve a diákok osztályfőnököstől ezekbe a színekbe fognak egész nap részt venni a diákprogramokon. A Csillagbölcső Waldorf általános iskolában is szerdáig a megszokott mederben folynak a tanórák, azonban csütörtöktől már itt is lazább napok következnek. Berobbant a nyár, a gyerekek már nagyon nyüzsögnek, és a kollégák nagyon fáradnak, de az oktatás még zajlik. A főoktatások az epohális rendszerbe zajlanak, és a művészeti tárgyakban összevontan tanulnak a tanulók. A kirándulások erre a hétre lettek időzítve, közös fagyizások vannak, és van olyan osztály, aki éppen ma drámanapi műsort mutatott be vidéken. Egész évben mentek a szakkörök, minden kedden, nagyon változatosan, drámanap, rajzszakkör, illetve fafaragás, és ezek zajlanak, és ezt a gyerekek el nem engednék, úgyhogy ez így ennek a hétnek is a része. A gyerekek már nehezen bírják az utolsó hetet, de a szakköröket szívvel, lélekkel viszik még az utolsó napokban is. Ahogy egész évben keddenként, ma is volt még fafaragó és rajzszakkör is. Még megy nálunk a szakkör is, jelenleg ma tartjuk ugye az utolsó napot, és ma igazából egy olyan játékkal készültem nekik, amit már nagyon régóta szeretnének, egy pörgetyűt fogunk csinálni, mivel befejezni, úgymond az én ajándékom volt, hogy nem nekik kellett megcsinálni, hanem az övébe kész van, finomítani kell, összerakjuk, és ma játszani fogunk, tehát ez lesz a záró. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon eredményes év van mögöttünk, nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, és ami a legjobb benne, hogy szívvel ezekkel csinálják. Tehát főleg a szakkört, ez olyan, mint egy ajándék. Nekem is, nekik is, nem kötelező, és szabadon ki tudnak bontakozni. Ennek a folytatása lesz most a jövő héten, indul már hétfőn, kéthetes tábor lesz, fafaragásból, ahol lébe alapmunkákat is csinálunk, a tárgyakat, kanalakat, tányírokat, játékokat, illetve szobrászattal is elkezdünk foglalkozni, domborművekkel, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres hét előtt fogunk állni. Az általános iskolákban általában az utolsó tanítási napon tartják a 8. osztályos diákok ballagásait. Egyes iskolák azonban ettől a dátumtól eltérnek, így volt ez a Csillagbölcsőben is, ahol már június elején megtörtént ez a meghitt búcsú. Van olyan iskola Kecskeméten is, mely az utolsó tanítási napot követő szombaton, azaz június 22-én tartja majd a 8-osok búcsúztatását. A végzős középiskolásoknak pedig még a jövő héten is folynak a szóbeli érettségik, nekik kitartás és sok sikert kívánunk a vizsgákhoz. Idén 28. alkalommal gyűltek össze a vers szerető diákok a versmondók találkozóján. A kiemelt aranydíjas versmondókat mutatjuk be ezen a héten minden nap. A mai napon Vajdics Ákos és Gyenes László Vilmos szavalatát hallhatják. Vajdics Ákos első osztályos tanuló a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában. Felkészítő tanára Vajda Gréta volt, de sokan mások is segítettek neki a felkészülésben. Anya, meg mama, meg néha, amikor elmondtam, akkor az osztálytársaim is segítettek. Iván, Magda, kicsi vagy nagy? Petikém, húzd gyorsan a cipődet, hiszen nagy fiú vagy már, mondta reggel anyu. Petikém, ne szürcsölj, mint a malac, hiszen nagy fiú vagy már, mondta délben anyu. Petikém, elég legyen már a tévézésből, hiszen te még kisfiú vagy, mondta este anyu. Anyu, miért van az, hogy reggel és délben nagy vagyok, estére kicsi leszek? Kérdeztem anyut. Összemegyek, mint a tej, elfogyok, mint a vajas kifli, töpörtyűvé töpörödöm, mint a zsírszalonna darabok. Akkor én most kicsi vagyok, vagy nagy? Hol kicsi vagy,
hol meg nagy. Van, amihez még pici vagy, és van, amihez már elég nagy, válaszolt anya. Szóval ezt mondta, de meg nem nyugtatott. Máig sem tudtam eldönteni, hogy kicsi vagyok, vagy nagy vagyok. Jenes László Vilmos a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola második osztályos tanulója, akinek a felkészítő tanára Takács Henriette segített verset választani. Úgy volt, hogy a tanárnéném választott három verset, és akkor én azok közül választottam. És akkor ez volt az. És azért, mert ez szerintem ilyen vicces volt. Andrássy Réka, a puszi. Hogy a puszi miből van, azt nem tudom. De hogyha anya adja, azt nem unom. Apa adja, menekülök előle, mert szúrja arcomat, a szakálla szőre. Ha a szomszédnéni adja, letörlöm nyomban, még a nyoma is tűnjön el azonnal onnan. Ha nagymama adja, kibírom, üssekkő. Nagymamától egy-két puszi, elvégre tűrhető. Nagypapa szerint a puszi lányos holmi, a férfiak férfiasan kezet szoktak fogni. Ha a tesóm puszil meg, akkor már gyanítom, el szeretnék kérni a legújabb játékom. Egy jó puszitól tapasztaltam, meggyógyul a bibim is. De csak hogyha anya adja, vagy adhatja a Lili is, mert mikor a szomszéd Lili puszilgat meg, ritkán azt érzem, hogy olyankor még jó sokáig bírnám, nem tudom, hogy miből lehet, mindig ezen agyalok. Anya szerint, mikor alszom, puszilnak az angyalok. Szóval ez a puszi dolog érthetetlen én nekem. Ha megnövök, tudós leszek, és részeire szétszedem. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A következő napokban beköszönt a kánikula, egyre perzselőbb lesz a napsütés, ezáltal pedig az UV-sugárzás is egyre extrémebb lesz. Szerdára többek között Bács-Kiskunvár megyére adta ki harmadfokú figyelmeztetést. A 2023-2024-es tanév egy héttel tovább tart, mivel a tanév rendje szerint a téli és a tavaszi szünet is hosszabb volt. A nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap június 21-e péntek lesz. Megindult a forgalom az M44-es gyorsforgalmi út két új felüljáróján. Tehát a 441-es főútnak kész azon szakasza is, mely áthalad az M44-es felett, így akadálytalanná vált a haladás Nagykörös és Katonatelep között. Szombattól újra Kecskemét lesz a Báb Színházak fővárosa. Június 22-e és 27-e között rendezi meg a Ciróka Báb Színház a Magyarországi Báb Színházak 16. találkozóját. Több mint 40 előadás, számtalan szakmai program színesíti a fesztivált. Elkezdődött a KASZ plusz 2024-21. Kecskeméti acélszobrászati és képzőművészeti szimpózion nemzetközi alkotótábor június 10-én. Két német művész mellett egy szlovén alkotó, valamint három kecskeméti, Majoros Gyula, lánya Lili, Vincellér Zsolt építőművész és több fiatal szobrász alkotja a csapatot. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!